Egymillióan a Demokráciáért Egyesület társadalmi kerekasztal kezdeményezése zászlóbontásának. Engedjétek meg, hogy először elnézést kérjek a következő idézetért. Ha tehát a kormányzati célokról és felelősségekről gondolkodunk, a kérdés a következőképpen hangzik. Olyan kormányzati, politikai magatartásformát akarunk-e folytatni, amely magában hordozza a duális rendszer visszaállításának lehetőségét? Vállaljuk-e ezt tudatosan? Folytatjuk-e a magyar társadalomról szóló értékvitáinknak a napi politikai célok érdekében történő szétzilálását, az egész társadalmat újra és újra megosztó vitákat, vagy bent tartjuk az elit szűk köreiben, ahol helye van? Jó magam, ebben a vitában azt javaslom, hogy az állandó harcra berendezkedett politika helyett az állandó kormányzásra berendezkedett politikát válasszuk. Ezek a mondatok a polgári pikniken 2009 őszén hangzottak el. Elnézést kérek tehát Orbán Viktor nevében és helyett is, hogy a szakpolitika kiszorult a parlamentből és az egyeztetésekről. Mert azt ma már világosan látjuk, hogy ami odabent folyik, minden csak nem szakmai. Láthatjuk, hogy sem a gazdasági, sem a kül- és belpolitikai döntéseik mögött nincsen hozzáértés. És ha ez nem elég, kicsit sem hajlandóak megfogadni a szakértői tanácsokat. A jelenlegi kormányzás egy dologhoz ért, de ahhoz profi módon, a hatalma megszilárdításához. Világos, hogy a vezető készség nélkül a legerősebb diktatúra sem képes fennmaradni, még viszonylag rövid távon sem. Mi pedig abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ez az autokratikus rendszer, amiben élünk, még nem egy szilárd diktatúra. De ne legyenek kétségeink afelől, hogyha jövő januárban életbe tud lépni a kormány alaptörvénye, körbebástyázva a kétharmados törvényekkel, amelyek meghozata előtt állunk, az lesz. Tudjuk, hogy ezt nem szabad megengednünk, és tudják ezt mások is. Ezért vannak most is tiltakozó honfitársaink az utcán országszerte. Vannak, és lesznek holnap is. Ez az esemény kicsit kakukktojás ebben a sorozatban, mert nem egy tiltakozó demonstrációra gyűltünk össze, de pont annyira bele is illik. Hiszen fel kell készülnünk arra, hogy a Fidesz kormány után is lesz élet, az országnak működnie kell. Jelenleg nem látszik az a kormányzóképes erő, amire nyugodt szívvel szavazhatnánk is elegen, de hamarosan fel kell bukkannia. A társadalmi kerekasztallal nem az a célunk, hogy ezt az erőt előhúzzuk egy kalapból. Egyesületünk létrejöttének pillanatától törekszik arra, hogy megpróbálja helyreállítani a különböző szociális, szakmai, érdekvédelmi és politikai csoportulások közti szerte foszlott szövetet. Azt a hálót, amely nélkül egy jól működő társadalom elképzelhetetlen. A társadalmi kerekasztallal egy olyan demokráciát kívánunk modellezni, ahol érdekegyeztetés folyik szakértőkkel, szakszervezetekkel és civil szervezetekkel, természetesen a nyilvánosság teljes bevonása mellett. Mert mikor volna szükség épelméjű, józan és megvalósítható szakmai javaslatok kidolgozására, hanem egy ilyen helyzetben? Mikor kellene igazán, hogy a különböző szakterületek képviselői öntevékenyen olyan, akár alternatív terveket tegyenek az asztalra, amelyek kijelölik az irányokat? Ezek alapján a politika, ha nem a jelen hatalom, akkor majd az, ami leváltja, megteheti a legfontosabb lépéseket. Végre valódi, megvalósításra alkalmas törvények születhetnek. Terveink között szerepel az is természetesen, hogy a rendezvényekkel nem kizárólag Budapestre koncentrálunk. Nem csak azért, mert foglalkoznunk kell többek között a vidékfejlesztéssel, vagy akár a kisebbségek felzárkóztatásának kérdésével is, hanem mert fontosnak tartjuk a nem fővárosban élők véleményének meghallgatását, illetve artikulálását is. Most pedig hallgassuk meg felszólaló vendégeinket, akik sorrendben Krémer Balázs, Radó Péter, Pusztai Erzsébet, Székely Tamás, Simonovics András és Balog Artúr.